Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök titeket az Árt Osztály Podcast 169. adásában. Én Süni néni vagyok, és ezen a napon átveszem az irányítást. Hallgatóink visszajelzése alapján a legutóbbi CSS adásban túl keveset kaptam lehetőséget arra, hogy kifejtsem a véleményemet, ezért most Nick Stadler a délutáni pihenését tölti, magamhoz járogattam a mikrofont. A felvételem napján 2023. január 15-e van, vasárnap. Azok, akik követik Discord csatornánkat, tudhatják, hogy ezen a héten Stadlernek nem sikerült túlzottan jól a repülő útja. Előadt aztán és pont önmagában egyedül. De erről majd ő beszámol, amikor fölébred. Addig elmondom nektek, hogy én hogyan szoktam zöld borsó főzelék készíteni, és ha még belefér az időnkbe, egy kis vagdaltat is hozzá. Tehát először is lefejtem a zöld borsót. Süni néni, kértem, hogy ne tessék elkezdeni nélkülem, most vághatok megint mindent előről. Csak pofákat vághatsz másnak. Nem hagyod az anyagomat, különben nem jövök többe. Na jó, majd meghallgatom, de remélem mellőzte a profanitást. Gyorsan ugorjunk technológiai hírekre, mivel gyanítom, hogy itt ételreceptek kezdtek bemutatódni az utóbbi percekben. Nem csak technológiai hírekkel él az ember. Jó, de ez egy technológiai hírekről szóló csatorna lenne. És, mint aktuális hír, nem hagyhatjuk ki azt, hogy a Tesla nemrégiben egy elég komoly, közel 30%-nyi árcsökkentést jelentett be a közelmúltba. Ezt azért tette, hogy meg tudja őrizni a piacvezető szerepét, legalábbis az eladott autók darabszámát tekintve. Úgy néz ki, hogy a piacon megjelenő más kihívók, akik a hagyományos autógyártásból érkeztek, kezdik utolérni az amúgy forradalmi Tesla modelleket, ami valós konkurenciát jelent az autógyártó számára. Korábban ugyanis a hagyományos autógyártók régi, belső égési motorjaikkal szerelt, illetve arra tervezett autók átalakításával készítették az elektromos járműveket, mostanra viszont már lekerültek a tervező asztalról a teljesen elektromos hajtáslánchoz kialakított alvázak, futóművek, karosszériák. A továbbiakban tehát nem csupán kiegészítésképpen kínálják a modellpalettán ezeket, hanem valós elektromos járművekként jelennek meg. Ezek a gyártók viszont lényegesen finomabb és kiforrottabb módszerekkel dolgoznak az autó előállításokon, tehát a minőségük talán elfogadhatóbb annál, mint amit a Tesla például a leszálló üvegteteivel tudott produkálni. Hát igen, szokták mondani, hogy akik forralalmat csinálnak, az későbbiekben jó eltávolítani a környékéről is az újonnan kialakított világnak. Úgy néz ki, ezzel a Tesla belép Elon Musknak azok közé, az újításai közé, amelyek megreformálták ugyan a piacot, de nem feltétlen tudtak, vagy tudnak megmaradni azon. Hasonló ez a Twitter hirtelen átalakítása utáni problémákhoz, a SpaceX, illetve a Starlink kiváló ötletéhez, amelyből már előre látszik, hogy nem lehet profitábilis megoldás, a Hyperloop alagútjaihoz, amiben gyakorlatilag egy nem is önvezető autó segítségével lehetett csak utazgatni, vagy akár a SpaceX által ismét elhozott űrforradalomhoz, ahol az újra felhasználható űrjárművek úgy néz ki, más gyártóknál is elkezdenek teret hódítani, emellett pedig őket az Artemis program lassulása, befagyasztása miatt várhatóan pénzügyi nehézségek fogják majd gyötörni. Talán csak egy dolog vezethet ki ebből a gödörből, ha ők is az amerikai hadsereg beszállítójává válnak. Ott ugyanis közmondásosan sokat tudnak elkölteni olyan felszerelésekre, amikre akár szükségük sincsen. Úgy néz ki, ez nem mindig van így, hiszen például a Microsoft már korábban csúfos kudarcot vallott HoloLens technológiáját, úgy néz ki, hogy
a kongresszus nem támogatja a továbbiakban a korábban beszerzett 5000 a használóknak fejfájást és émeigést okozó HoloLens headset, amit a sokat látott katonák is nehézkesnek és veszélyesnek tartottak. Nemrégiben benyújtottak egy számlát a kongresszusnak még 6900 unit leszállítására, amit az elutasított. Pedig potom 400 milliót biztosan megért volna. Annyira lehet, hogy mégse hülyék, hogy a hülyének is megérje. De várjál csak, 400 milliót kértek 6900 ilyen izére. Az azt jelenti, hogy közel 58000 dollárba kerül egy ilyen headset. Hát annyiért már Teslát tudsz venni. Korábban csak egy Model 3 fért volna bele körülbelül, most viszont egy Model Y Performance, az pont 57000 dollárba kerül. Na igen, Sünni néni, de hát azt nem lehet a fejünkön hordani. Hát de lát legalább annyira a sötétben, mint a HoloLens. Sőt, na nézzük, mi van még a kalapban? Egy korona, hiszen az igazi királyok Apple termékeket hordanak a fejükön is. Bár még mindig csak találgatások vannak az ügyben, egyre több információ szivárog ki arról, hogy hogyan fog kinézni az Apple új headsetje, pontosabban VR headsetje. A pletykák szerint elsőként testre csatolható külső elemmel akarták ellátni az áram ellátását, de mostanra ismét visszatértek a más körökben bevált, fejre szerelt akkumulátor csomaggal végzett kísérletekhez. A headseten úgynevezett digitális korona található, amely nem más, mint egy tekerhető gomb, ami segítségével állíthatóvá fog válni, hogy éppen a külső vagy a belső nézetet engedje át a headset. A megértésem szerint ez azt jelenti, hogy amikor akarja a felhasználó, akkor a külső színes nézetet ugyanúgy be tudja vetíteni rá, engedve a belső nézetre, mint egy AR headsetbe, és a saját belátása szerint állíthatja ezt fokozatosan. Persze, ez még csak találgatás. Az viszont már szinte biztosnak tűnik, hogy 3000 dollár körüli összegért lehet majd hozzájutni konfigurációtól függően az eszközhöz, így a hadsereg akár 20-at is beszerezhet katonái számára belőle. Mivel az eszközt elsősorban vállalati, illetve üzleti használatra szánják, a fő céljuk a videokonferencia megújítása vele. Elég baj az, hogy napközben állandóan ugyanazokat az arcokat látod, még akkor is, hogyha távmunkázol. Muszáj az 3D-ben. A közönségnek erre van igénye. Az biztos, hogy arról még nincsen hír, hogy készülne-e hozzá bármilyen speciális játékkontroller, hogy ne csak irodai használata lehessen ennek az eszköznek. Mi a továbbiakban is azt várjuk, hogy a Reality márkanevet az Apple korábbi termékeihez hasonlóval lássa el egy i előtaggal. Irreality. Na, figyelj most, akkor mesélj már, hogy hogy is volt ez a repülés. Hát igen, azoknak a hallgatóinknak, akik esetleg nem olvassák a Discord csatornánkat, elmesélem akkor, hogy hogyan sikerült néhány húrkot tenni a amúgy egyszerűnek tűnő üzleti utamba a héten. Külországban jártam, ami számomra elég szokatlan, így talán nem meglepő, hogy az utazás szervezést sikerült némileg elnagyolnom. Mivel a hazautamra a jegyemet két megbeszélés között kutyafuttába foglaltam, sikerült benéznem a járat indulását, és azt hittem, délután kell hazajönnöm. Ehhez képest kiderült, hogy a jegyem délelőtre szólt. Mivel egy nagy országban voltam, több repülőjárat volt, tehát nem estem kétségbe, a hazautat instant megszerveztem. Két megbeszélés, egy e-mail írás és egy telefonbeszélgetés közben. Kifejezetten ügyeltem arra, hogy nehogy véletlenül olyan időpontra sikerüljön ezt megoldani, hogy ismét elmenjen előttem a gép. Mivel emiatt a hazautam egy másik légitársasághoz került, amely egy másik repteret használ indulásra és érkezésre, mint az, amivel korábban repültem, rábíztam magam a repülő társaságra, hogy segítsen a transferemet elintézni. Ezt vonattal oldottam meg, kiválóan meg tudtam vásárolni online a jegyet a repülőre. Közben természetesen egyik fülembe egy
tárgyalás duruzsolt, miközben párhuzamosan egy levelet is gépeltem. Mivel ezzel a légitársasággal még nem utaztam, jó másfél órát ráhagytam, hogy kiérjek a reptérre, amit szintén nem ismertem, és be tudjak jutni eltévedés nélkül. Hiszen a repterek, bár egyszerűnek tűnnek, hatalmas labirintussá tudnak alakulni, hogyha éppen siet az ember. Kényelmesen utaztam ki a reptérre, majd amikor a jegyemet érvényesítettem volna befele menet, a beléptető kapu kiírta, hogy hát ez nem az a reptér. Mint kiderült, a felajánlott transferút az egy másik járathoz volt, nem pedig ahhoz, amire én szerettem volna becsekkolni, így nem a várostól északra, hanem a délre levő repülőtérről kellett volna startolnom. A repülőgép indulásáig ebben a pillanatban 1 óra 47 perc állt rendelkezésemre. Ebből 2 percet vett igénybe az, hogy ellenőrizzem a légitársaságnál, hogy van-e lehetőség mégis erről az reptérről, mégis azzal a géppel indulni, aminek egyébként már egy jó órás késése volt, és még helyszínen volt, amire azt a választ kaptam, hogy nem, sajnos ez a járat tele van, menjek át a másik reptérre. Eddig nyugodt és kiegyensúlyozott napom hirtelen felbojdult. Szerencsére, miközben nagy tempóban haladtam a reptéri busz felé, hogy átvigyen a közeli vasútállomásra, le tudtam foglalni a jegyemet a következő vonatra, ami pont a kapu zárása előtt érkezett meg, menetrend szerint legalábbis, a célreptérre. Szerencsére ebben az országban, ebben a pillanatban éppen nem volt vasutas sztrájk, ami miatt pont időben értem a másik reptérre, ahol már csak pár dolgot kellett tisztáznom, hiszen még ott se voltam soha. Honnan indulok? A telefonomban ekkora már csak annyi szufla maradt, hogy az akkumulátor kimélő módban be tudjam mutatni a check-in-kor a beszálló kártyámat, ami nélkül lehetetlenné vált volna az indulás. Emiatt nem tudtam, hogy melyik kaputól indul a gép. Ráadásul, amint beléptem a reptérre, rögtön döntés elő álltam, északra vagy délre indulok, szerencsére az ösztöneim a delet sugalták, és arra indultam el lelkesen. Hiszen, ha északra mentem volna, akkor körülbelül 1 kilométert kellett volna a reptéren el gyalogolnom, míg visszaérek a másik kapuhoz, ami egyébként már így is be volt zárva. A kedves biztonságiaktól megkérdeztem, hogy esetleg van-e lehetőség arra, hogy még a földön tartózkodó géphez oda menjek és beszálljak, amire azt mondták, hogy hát 7 perccel ezelőtt, ugye ennyi volt az út a vasúttól eddig a pontig, csuktak be a check-in kapuk, tehát most már lehetetlen. Ez az utolsó repülőjárat volt egyébként erről a reptérről aznap, tehát kongott az ürességtől, ami egy zombi apokalipszis forgatásához tökéletes terepet tudott volna biztosítani. Én azért megkérdeztem őket, hogy na de mégis, nem lehetene? Mire gyorsan rádióztak egyet, a rádió hosszan elnémult, majd 3 perccel később az volt az üzenet, hogy jó-jó, de nagyon siessek, nagyon-nagyon siettem. Természetesen így a check-in után rögtön mentem a security pulthoz, ahol természetesen az átvilágítás során a bőröndömben találtak valamit a extra mennyiségű gyerekeknek szóló csokoládék miatt. De hoztál csokit, és én abból nem is kaptam. Süli néninek fogyókúráznia kell. Kell ám a... Tehát ott tartottunk a történetben, hogy még egy pár percet eltöltöttem a biztonsági átvilágítás mellett, ahol láttam, hogy pukkadoznak már hátul a röhögéstől az emberek. Már a security-sek, hiszen más már nem volt a reptéren. És adtak egy jó leírást arról, hogy na akkor itt elmegy jó hosszan, ott elmegy lefele, ott végig megy azon, ott lemegy, ott átmegy. Én úgy gondoltam, hogy ez egy körülbelül pár perces út lesz. Kiderült, hogy bő 10 percen keresztül kellett futnom bőröndel és laptoptáskával a kapuig, amiben valóban még ott állt a repülőgép, és utolsó pillanatban sikerült belépnem. Utána be is csukták az ajtót, de ettől függetlenül még 20 percig álltunk, hiszen valószínűleg a pilótának még adminisztrálnia kellett az indulás előtt. Nem csoda, hogy egy kicsit nehezen pihentem ki azt a napot. Akkor azért veszünk ma fel.
mert tegnap végig aludtad a napot, naplopó, meg cokilopó, hol a cokim. Kedves hallgatók, ne aggódjatok, Süni néni fog kapni valamit, de se tejet, se csokoládét nem szabad a sünöknek adni, hiszen mind a kettő veszélyes rájuk, és én csak tejcsokoládét hoztam. Ez volt tehát az én repülős történetem, és inkább térjünk át a technológiai hírekre, hiszen azért vagyunk itt. Például, ha már repülés, akkor beszéljünk egy pár szót az Airbusról, amely nemrégiben autonóm repülésre képes eszközökkel szerelt fel egy A350-es utasszállító gépet. Persze nem is nevezik full auto módnak, mint Musk, a Tesla full auto drivingját, de az új eszközkészlet segíteni fog a repülőgépek földi gurultatásában, a felszállásban, a leszállásban, valószínűleg a többi meg eddig is már automata volt. A szitakötőnek nevezett új program az említett rovar autonóm tájékozódási képességeit hivatott utánozni, azzal, hogy felismeri azokat a jellemző repülőtéri eszközöket, épületeket, amelyek között navigálnia kell. Izgalmas, hogyha ez a technológia elkészül és bevethetővé válik a polgári légiközlekedésben, akkor akár a jelenleg létező flottákat is retrofitelhetik vele, tehát visszaépíthetik a többi Airbusba is ezeket a képességeket. Kicsit olyan az, mint amikor a B-52-eseket a második világháború óta rendszerben tartották, csak már kicserélték az összes részét, mint majd a pártfelszéjét, aminek már volt a nyele is cserélve, meg a feje is, de attól még a nagy a pártfelszéje. Pontosan, Süni néni. Ezzel meg lehet hosszabbítani az élettartamát ezeknek a gépeknek, úgy, hogy közben csökkenthető az üzemeltetésükhöz szükséges emberi erőforrás, ráadásul biztonságosabbá tehetőek. Most a repüléseim során kifejezetten örültem volna, hogyha egy AI rakja le a gépeket, mert akkor nem vágta volna oda az aszfalthoz minden alkalommal leszálláskor. De a repülés az rettentően környezetszennyező. Az ellen nincsen valami, amit tudnánk csinálni? Mindenki tehet azért, hogy csökkentse a károsanyag kibocsátását, de vannak olyanok, akik segítenek minket ebben. Még akkor is, hogyha megkérdőjelezhető módszerekkel. Mi? Nagyon verik a környezetszennyezőket? Nem, egy kicsit más módszereket találtak ki. Például a Make Sunset egy olyan úgynevezett geoengineering, földmérnök, mondjuk, startup, amely a vulkán kitörések során a levegőbe juttatott részecskéknek a földhűtő hatását próbálja imitálni, méghozzá úgy, hogy időjárás megfigyelő léggömböket ereszt a levegőbe, amelynek a magasabb légkör elérésekor egy tárolója kinyílik, és apró részecskéket szór a stratoszférába szanaszéjjel. Ennek a kis, elsősorban kénből álló felhőnek a célja az, hogy visszatükrözze a napfényt, ezáltal csökkentse a föld felmelegedését. A cég természetesen pénzt szeretne csinálni ebből, tehát 10 dolláronként lehet venni jóságport, amivel majd ő jól megszórja az embereket. Ennek a működésnek azért várhatóan nagyobb a környezet terhelési, mint a környezet javítási hatása, hiszen a stratoszférában felrobbanó héliumos lufik, valamint a légkörbe juttatott egyébként a savas esők alapalkotó elemeként is számon tartott kén részecskék várhatóan lényegesen nagyobb kárt okoznak, mint hasznot hoznak, így reméljük azt, kevesen fognak bedőlni ezeknek a hangulatos ígéreteknek. De nem illegális ez? Hát kémiai szennyezőanyagot bocsát a levegőbe. Igen, viszont ezt olyan magasságba teszi, hogy elméletileg az már nem ország specifikus, így nehéz megtalálni, hogy ki illetékes ebben az ügyben. Reméljük azért, ez azok közé a startupok közé tartozik, amely gyorsan csődbe megy. Nem szeretem a szavaszosot, csípi a szemem. Hát, ez is csípi a szemét, de képzelje el, Süni néni, milyen, ami a 444 által cesen bemutatott dolog. A hírportál. Nem, ez egy amerikai cég. Önvédelmi termékeket forgalmaz. A startup tulajdonosai úgy nyilatkoztak, hogy a 444 az egy
angyali szám, amely védelmet biztosít a felhasználók számára. A CES-en mutatták be prototípus eszközüket, amely egy könyvgázpatronból, valamint egy Bluetooth adóból áll. Amennyiben az eszköz használatra kerül, a Bluetooth a közelben levő csatolt telefon felhasználásával, és természetesen a kapcsolt app felhasználásával azonnal értesíti a megjelölt kapcsolatokat az használat helyéről, idejéről azért, hogy segítségére siethessenek a barátaiknak. Jelenleg még nem kerül kereskedelmi forgalomba, mert nem jutottak odáig, de a tervek szerint 35 dollárért fogják adni, ami közel ötszöröse a kereskedelmi forgalomban Amerikában kapható könyvgáz spréknek. Azt hiszem, ismét sikerült valami nagyon egyszerűt elektronikusan túlbonyolítani. Igen, talán ez is hasonlít ahhoz, hogy ami korábban említettünk, elektronikus rendszámtábla, és egy egyszerű koncepciónak a villany túlbonyolítása. Ki is derült, hogy azok a cégek, akik ezeket a rendszámokat készítették, nem fordítottak kellő körültekintést annak a biztonságossá tételére, és már fel is törték azokat. A feltörés után a rendszám szövege James Bondosan cserélhetővé vált, ami nem túl jó fényt vet az engedélyeztetési procedúrára. Minden esetre, ha valami egyszerű, nem feltétlen jó túlbonyolítani azt egy appal. Sokszor és sokat beszéltünk mesterséges intelligenciáról, de talán a Microsoft nem volt eddig ezeknek a híreknek a központjában. Pedig Redmondban sem felejtettek el alkotni, sőt, igen komoly kutatólaborokkal is rendelkeznek. A hírek szerint olyan mesterséges intelligenciát sikerült készíteniük, amely képes akár egy 3 másodperces hangfelvételből utánozni egy ember hangját. De nem csak a hangját, hanem annak a felvételnek a körülményeit, akusztikáját is, ahol a betanuláshoz használt hangfelvétel készült. Jelenleg még problémái vannak akcentusokkal, illetve bizonyos hangokkal, de tartok tőle, hogyha ezt a fejlesztést tovább viszik, kisvártatva teljesen bármikor deepfake-elhetővé válnak az emberek. Az egyetlen vígasz, hogy annyi eszük azért volt, hogy ne tegyék publikusan elérhetővé ennek a forrását, és nem azért, mert a szellemi tulajdont akarják védeni, hanem mert ráébredtek, hogy ezzel igen komoly visszaélésekre adnak lehetőséget. Sose volt még ilyen deepfake. Még szerencse, hogy behúzták rajta a féket. Na és még egy rövid hír fér be itt adásunkba, az Amazon digitális iker programja. Az Amazonnak a digitális ikre az Amazon, nem? Nem. Tudja egyáltalán Süni néni, mi az a digitális iker? Amikor túl sok digitális vagy gyűsű virágot fogyasztok, akkor kettőt látok mindenből. Ez lehet igaz, de a digitális iker az egy olyan szimuláció valójában, amely lehetővé teszi bizonyos specialitások vizsgálatát, amit élőben nem tudunk megcsinálni. Például, amiről éppen beszélni szeretnék, az egy olyan digitális iker, amelyben tereket lehet szimulálni. Az Amazon egy ilyen szolgáltatást nyújt mostantól várostervezőknek vagy plázatervezőknek, ami segítségével a megtervezett tereknek a teherbíró, tehát tömegelbíró képességét lehet majd tesztelni. A bemutatón Las Vegas utcaképét jelenítették meg, amire 1 millió szimulált embert küldtek ki sétálni. Kiderült, hogy a város úgy van tervezve, hogy ennek töredéke már 50 ezer ember is komoly fennakadásokat tud okozni a normál gyalogos forgalomban. Az 1 millió ember természetesen már az autók útját is ellehetetlenítette, de bebizonyította, hogy ez a megoldás ilyen mennyiségű tömegeket is tud szimulálni. Ezzel talán elértük Sid Meier-nek, az eredeti SimCity alkotójának az álmát, amiben nem átlagolt tömegekkel, hanem egyéni autonóm szimulációkkal tudta volna a város működését bemutatni. Ehhez képest a Sims semmi. Figyelj, tudod, mire lehet ez jó?
Fogalmam sincs. Mire gondolt Süni néni? Hát arra, hogy képzeld el, ezzel a szimulációval teljes hangyakolóniákat lehet szimulálni. Hát persze, hangyákat ugyanúgy lehet szimulálni vele, mint embereket. De miért, Süni néni? Na figyelj, ezek a nyavajások állandóan följönnek a konyhába, és viszik a cukrot. Na már most, ha meg tudom szimulálni, hogy honnan jönnek, akkor végre megtalálom a bajt, és ki tudom őket írtani. Süni néni, ugye jól emlékszem, hogy a sünök a hangyatojásra utaznak. Hát, ha már csokit nem kaphatok. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok ebbe a viszonylag rövidre sikerült adásunkba. A jövő hétre ismét hosszabb adással próbálunk Benedikttel közösen jelentkezni. Addig hallgassatok minket, kövessetek, lájkoljatok, olvassátok Discord csatornáinkat, ne felejtsetek minket 5 csillagra értékelni Spotify-on vagy iTunes-on, a jövő heti viszont hallásra. Sziasztok! Sziasztok! Kapom már azt a csokit!